A Nyíregyházi Egyetem szeptembertől 4 szakon indít duális képzést 3 mérnökin, valamint a gazdálkodási és menedzsment alapszakon. A képzésre jelentkezés egyik alaphatárideje február 15-e. Nagyon fontos, hogy be kell jelölni a jelentkezést, hogy duális képzési formában szeretnének jelentkezni a hallgatók. Ezután tájékozódni kell az egyetem honlapján, hogy melyek azok a partnerszervezetek, ez közel 20 mind a 4 szak esetében összesen, hogy melyek azok a partnerszervezetek, ahol el lehet tölteni a gyakorlati időt. Február 28-ig kell jelentkezni a hallgatóknak, a leendő hallgatóknak a cégek honlapján a felvételi eljárásba, és a tavasz folyamán történnek meg a felvételi elbeszélgetések, amelyeknek az eredménye július 3-áig derül ki, azaz a partner szervezetek július 3-áig értesítik ki mind a hallgatót, mind pedig az egyetemet, hogy felvételt nyertek-e a cég kiválasztása során. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cégek többsége örül a duális, azaz a gyakorlatorientált képzések beindításának. Mi alapvetően logisztikai irányban tevékenykedünk a megye keleti végén Záhonyban, és ennek kapcsán voltak korábban is már érdeklődéseink a főiskolával, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet olyan szakképzett fiatalokat az ország keleti végébe, ugye az ország majdnem a legtávolabbi pontjára csábítani és itt tartani, akiknek értelmes munkát, munkavégzést lehet biztosítani. Én azt gondolom, hogy, és azt mondtam el a tavalyi év végén az alakuló duális képzés indítóján is, hogy én azt hiszem, nyilván ismerve a főiskolát, ma már egyetemet, hogy az itt meglévő szakképzés és tanítás felkészítés az bőven alkalmas arra, hogy ennek a feladatnak megfeleljen. A duális képzés azért is lehet vonzó a fiatalok számára, mert a tanulmányok lezárását követően akár munkatársi átvételre is nyújthat lehetőséget az egyetem partner cége.